Sziasztok srácok, én a Sajt32k, és elhatároztam, hogy profi focista leszek. Ezért készítek egy karriermódot a FIFA 23-ban. És mindent pontosan úgy fogok megadni, ahogyan én vagyok élőben. Megadtam a nevem, hogy Hunor, Sajt a második neve, hiszen most azt akarom megadni, és úgy hívnak, hogy Sajt32. Majd lesz a mezemen és a 32-es szám természetesen. Csatár leszek, hiszen az akarok lenni, jobb lábas természetesen. Az arc meg ezek a cuccok annyira nem érdekelnek, max egy hajat állítunk. Van ilyen hajam akarna lenni, csak én ilyen jól nem tudom megcsinálni, de most ez lesz. Fontos srácok, hogy azt gondolnátok, hogy most én a Manchester City vagy Manchester United-re fogok igazolni, csak az a baj, hogy ebben a játékban, hiszen még kezdő vagyok, senki se akarna engem játszatni, szóval egy ilyen egy-két csillagos csapatba kéne, hogy folytassam. A Shrewsbury, vagy hogy mondják, csapata játékosa leszek, srácok, megvan minden. Hoppá, és itt az első edzésük, srácok, mindjárt bejövök, el se hiszem, itt van, akkor milyen menő puma labdák vannak, azt a gyakorolják itt a kapura lövés, és én is most fogok elsőnek pályát érinteni, kíváncsiak az, hogy mit fogok csinálni. És így néz ki nagyjából a menü, amivel nagyon sokat fogunk találkozni, úgy tök jól néz ki a mezem, azt, hogy mondjam, ez egy jó választás volt. Igazából lehet a karakterünket növelni, hiszen vannak skill pontok, figyeljetek, mert itt tudjuk rengeteg dolgot fejleszteni rajta. Nagyon fontos, hogy nekem a fizikumot kell majd fejleszteni, a passzolást, a labdavezetést és a rálövést. Például ez ilyen goalkeeping, azaz kapussági feladatokat nem nagyon, és fontos, hogy be kell járnunk a meccseken kívül az edzésekre. Itt van ez a training menü, srácok, két napon a hétből hetente három edzésen kell részt venni. Kezdjünk egy ilyen gate rush-sal, ez nagyon jó lesz, egy kis edzés. Aztán még egy lövés edzés is akarok, hogy áttöröm a falat. Harmadikként a passzolásba is fejlődjek, lesz egy ilyen feladat. Kijátsszuk most gyorsan, srácok, az edzéseket, aztán nyomunk a kezdő meccsüket, a debütáló meccsüket. Nem szabad leigni azt, hogy bénák vagyunk, ezért mindenféleképpen hoppá, a labdavezetés. De béna volt, a labdavezetés. Gyakorolni kell, hát még csak most lett meg a karakterünk. Úgy szeretném játszani ezt a sorozatot, mintha én magam lennék azok, tudjátok, mintha egy kicsikét RP-znék itt a FIFA-n belül, nem tudom, hogy valaki csinálta már valamilyen, de hoppá, micsoda fontás. Még egy megkanyarodás kellett volna, de tökéletes. Uralövést is fejlesztünk, azért egy csatárnak az mindenféleképpen kell. Ugye a B betűvel lövünk kapura, hoppá, elfutottunk majd valamivel. Bika! Az első lövésünk egy gól lett, hát sajnos volt, hogy fölötte ment áll, de valami most egy bika még egy. Hoppá, kaptam pluszpontot is érte, egy labdán. Van, jaj, plusz még egyet fogok kapni, ez az elég gyenge lett volna, és még ez is megvan. Jaj, hogy még távolról is, figyeljétek, akkorát fogok lőni, mint az állat, a fölsőt tudtam most gyorsan kilőni, aztán pika megint, már osztom a rangom, szóval szerencsére már jó pontokat fogok kapni, nem fognak inkább kitiltanak, ez fölé, mert nem tiltanak ki a csapatból, de most ráfutásból viszem közelebb, vihetek, ezt azért föl kéne szedni magamnak, és poj fölé, shoot, távolról, mekkorát lőttem megint, és itt a kövi, az utolsó lövésünk, azta ez jó eltekeredett, de ez is outstanding lett, meg vagyunk a harmadik, a passzolásunk jön, hiszen ez is nagyon fontos, tudjátok, szépen én vezetem a labdát, figyeljetek, átpasztolom magamnak, aztán megyek a túloldalra, átpasztolom a Jóskának, Jóska, gyere már, hát nekem fejleszteni kell a passzolásomat, oké, nagyon tökéletes, aztán vissza neki, jaj, az ezt megtévesztett, gyorsan, az is sprintelést is, meg ezeket is kéne gyakorolni, hiszen ez a pályán, ha elfáradok 5 perc alatt, kb. Élőben az lenne, hogy 5 perc alatt elfáradnék, azt kéne is lecserélni engem, akkor az nem lenne olyan hatékony, hogy sose cserélnének be, hiszen kézzetek itt az elején azt kell majd csinálni, hogy nem is fog akár a kezdőbe lenni, hogyha jól teljesítek, maximum majd akkor a kezdőbe betesznek, de jelenleg örüljek neki, hogyha pár percet játszhatok. Csináltam, el is értem az 5000 pont felettit, ami zseniális, és meg is vannak, megnézem, hogy kaptam, level up-oltam 2-esre, és kaptam skill pontokat, perkeket, mindent. Be is rakom ezt a poshirt, ami azt, hogy jobban tudunk kapura lőni a 16-oson belül, ez megvan, és kezdjük is el az első meccsünkre, nagyon kíváncsi leszek, figyelj, itt a szezon, mennek a napok, szombat, vasárnap, úristen, két hétig nincsen meccs, és egy pénteki nap, egy barátságos meccsen fogjuk kezdeni a karrierünkkel, amíg az eddigben nem tudom ki el, hát nem a Juventus ellen, annak nem annyira rűnék, hiszen biztos kikapták, na, hogy állt a meccs? 22. perc, 0-1 az árs, és most cserélek be, 8 percet kapok, srácok, a meccsből, hát ez hihetetlen, és kikapás rálunk, hát ez nagyon-nagyon nem jó az első meccsünkben, oké, az új csatár, srácok, na most átszellemülünk, és mi vagyunk itt a feladatunk, 6,5-ös pontot kell érni, nagyon jó, lőjek egy gólt az első meccsemen, oké, köszönöm szépen. Endicek, itt is vagyunk, srácok, az első labdaérítésem, úristen, oké, egy kicsikét önző volt, de nem baj, rálőttem, kaptam egy great skill, hiszen az első cserem az működött, igazán
igazából nagyon durva ebben a játékban, hogy ugye én csak egyetlen egy karaktert irányítok, meg kell tartani a helyzetet, megvan, hogy kiket foghatok. Szóval oké, fordítunk. Szép napos az idő, szerencsére kicsikét már most izzadok a pályán, érzem. Átfutok a helyemre, hiszen én a jobb oldal, jobb lábbal igazából ezzel az oldalon kéne mennem. Egy szöktetés és meg lesz szerintem, meg lesz az első helyzetünk, nagyon-nagyon király, csak engem is úgy fognak eléggé. Haver, kipattanó! Azt hittem, hogy 11-es lesz. A fejeléshez majdnem sikerült. Azt kérem, hogy a fészkemet igen áthelyezem a túloldalra, ott az eredményeim alatt, majd a következő meccsben azt meg fogom csinálni. Csak most még 5 percünk van. 5 perc alatt kéne hozni 2 gólt a nyereséghez. Jó, azt a micsoda szerelés! Gyönyörű! Szöktetés középre! Megy haver a csapattársai! Ez gól lesz! Ez az! Az első meccsünk, és én adtam be elsőnek! Nagyon szép, igaz, hogy nem én lőttem a fő csatár, az új csatár, de ez az nagyon ügyes volt a Winchester komám, hát látszik azt, hogy tudja, hogy mi a helyzet. A FIFA is nekem a Winchesterrel van fent, biztos azért lett itt meg a gól. Na mindegy, egy becsúszással kéne még növelni a pontot, hiszen a 7-est elkérnem, de 4 percünk van rá. Jó, nem baj. Ó, megint egy szerelés lett volna, ők támadnak. Nem szabad, srácok, nem szabad beengedni. Én a 16-osig nem fogok azért hátulni, hiszen csatára elől van szükség, szóval arra nagyon oda kell figyelnem. Hoppá, egy jó passz. Kiviszem a szélre, srácok, lefutom a többieket. Kiviszem a szélre. Nagyon király, csak nincs bent senki. Nincs bent támadó. Hogy tudnék így góltani szépen, át kell ívelnem. Nem futott be senki, ez hihetetlen. Srácok, passzoljatok át. Itt vagyok. Ő ezt előzőzte, hiszen itt voltam mellette, de semmi probléma. Az első meccsünk eddig egy jó döntetlen, de még hozhatom. Aztán viszont még fejlesztenem kell az dribblinget. Úristen, fél percünk van ebből a meccsből, és egy-egy. Az a hogyha a döntetlent is hozzuk, az se akkora probléma, de az a baj, hogy tényleg mindenki védekezik a csapatból. Ezt nagyon szépen leszereltem. Srácok, előre, nincs elő senki, és lefújták egy-egy. Nagyon jó, hát legalább visszahoztuk egy döntetlenre, mert nézzük, hogy a karakterünk fejlődik-e valamit, vagy hasonló, de eddig ez tökéletes eredmény. Oké, advance, jó az értékes, a 7-es terület, Andorra meg a többiek, hát nem volt egy ilyen góleső a többi mérkőzése, a menedzsernek lement a ratingje, de én kaptam 3 skill pontot, meg mindjárt már 3 szintű is lettem, nagyon király. Látjátok, eltelt egy hét, tudjátok, és megint edzeni kéne, szóval rengeteget kell ebben a játékban majd edzeni. Akarok hosszú lövést, azt mindenféleképpen fejletem, nem kell 11-es, azt úgyse én fogom lőni, ezt is gyorsan megveszem, passzolás is egy picikét fejlesztek, szóval el is költöttem az összes pontunkat, majd erre oda kell figyelni, hogy mire teszünk, az edzések nagyon fontosak, de majd kivel lesz rázzuk a következő meccs, az állás eddig, 3. vagyunk a ligában egy döntetlenne, kivel fogunk következőnek játszani? Ibiza nevű csapattal, aki még a közelünkben sincs, őket elverjük. 25. percben cserélnek fel méget, most egy picikét többet adnak nekünk az időből, egy-egy az állás, szóval megint nem az, hogy egy nem tudnak nélkülem meglenni a csapatom, szépen be is cserélnek, nagyon király, ezután majd tréningeznünk is kell, 6,5-ös pontot kell elérnem, és nagyon pontosan kell futnom, 30%, hogy nem cselezhetnek le engem, nagyon jó, hogy hasonlít a másik mezőn. Na jó, de hoztam grayscale, majd másik grayscale, ne, az utolsó játékos tudott engem megakadályozni, Úristen, milyen pontatlan passzokat tudnak csinálni, de nem fogom előnzőzni, csapatjátékos, a foci az egy csapatjáték, haver, lőd be, csak nehogy bemegyek, nagyon király, végre mi támadunk és átpasszoltak nekem, a futásomon nagyon-nagyon sokat kell fejleszteni, hogyha minden jó esetleg egy ráfordulás, és gól, belelőttem még egy, gól, az első gólunk, na de mekkora volt, örül is, akkor, jaj, mit csináltam, kirúgtam ágyban a partjelzőt, rudat, figyelj, belelőttem, és a következő, gyönyörű gólt tudtam lőni, megvan az első gólunk az új csapatunkban, ez nagyon király, már kapjuk itt a nagy dicséreteket, szerintem 81. percben bevágtam, az első mesterhármasunkat is devárom már, mikor majd dicsér a kommentátor, meg mindenki. De arra kéne figyelni azt, hogy ne egyenlítsenek ki, hogy legyen meg az első victoring, szóval egy picit én is hátrébb jövök, igaz, hogy nekem mint oszta, micsoda szerelés, kiviszem, nagyon jó, sebességre, srácok, rengeteget kell tenni, hiszen ez sokra fog még vele menni.
Második gól, egyből 8,2-es, oha! 3-1, még elszóltam majdnem magam, hogy úristen, elgáncsoltak engem, srácok, elgáncsoltak, szerintem jó, nem adott a semmit se a bíró, neki semmi probléma, de kaptunk egy szabad rúgást, hát a félpályára az konkrétan, mint a semmi, de tök mindegy, lehet, hogy kicsikét hátrafutottam, de semmi baj, 3-1, 85. perc, ezt most már azt mondom, hogy maga biztosan le fogjuk hozni, kettőt az újon srác lőtt, na jó, nem vagyok hátvéd, de becsúszok, hoppá! Nem volt jó. 88. percnél vagyunk, eddig tényleg ez easy peasy meccs, igazából elszórakoznak itt, azt a micsoda szerelés volt megint, elszórakoznak itt a középpályán, de az a baj, hogy nekik azért gólt kéne lőni, nem is szórakoznám középen, lepasztották a kapusúnak, hát gyönyörű volt, köszönöm szépen, és várjuk csak, egy nagy, az első fejelésem is megvolt, igaz, hogy hátra ment majdnem a kapusig, szóval nem volt a legeslegjobb, de legalább csináltam, haver, itt vagyok elő, passzoljatok, megcsinálom egy másodperc, és vége a meccsnek, sajt 32, 2 gólt is lőtt, 3-1, kíváncsi, hogy milyen értékelést kapok ezután, 8 fölött volt az értékelésem, figyeljetek el, 3-1 nagyon-nagyon király, a többiek, hát a többieken nem volt akkora góleső, mint nálunk, de nagyon jó, hogy 3-asnak a felénél járok, most már kaptam manager ratinget, meg a fejlődésem is történt egy kicsikét előre, ha tetszik nektek ez a videó, akkor légy szíves, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és innen fogjuk folytatni, ahogy sajtó profi focista lesz, legyetek jók, szevasztok, iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot.